És akkor mi is kocintunk egyet, persze jelképesen csupán, reméljük nagyon finom volt a borocska. Itt az asztalon három palack, velünk szemben pedig Gelencsér Gergely főborász. Szép estét kívánok és gratulálok! 37 ország 3761 bora mutatkozott be. Bordeaux, tehát Bordeauxba, Franciaország, Bordeauxba kimenni és megverni a franciákat borral. Na jó, igen, nyilván az a Bordeaux az azért mégiscsak a vörösök hazája, és ez egy finom fehérbor. Maga a verseny, meg a megmérettetés, ez miután az egyik legnagyobb világ, egyik legnagyobb boráról van szó, szóval mit jelent mostantól kezdve a Magnus, az elindul a világhír útján, ha csak nincs ott? Igen, szeretettel köszöntök mindenkit és a kedves nézőket. Igen, ugye nagyon nagy borverseny ez, vagy nagyon nagy elismerés, mert ez az International The Wine Challenge nevű borverseny. A 86-os évben indult, 1986-ban, és nemzetközi szinten is egy legrégebbi borversenynek mondható. És a borversenyek között talán annyiból egyedülálló, hogy úgy rakják össze ezt a borversenyt, hogy a borversenynél a zsűri tagok között van, aki borász, van, aki szomelié, kereskedő, és ilyen gyakorlott fogyasztók is. Úgyhogy ugye nem csak egy szempontból vizsgálják a borokat, hogy ugye azok szakmai szempontból hogyan néznek ki és megfelelnek ugye a mai elvárásoknak, hanem ugye egy fogyasztói szemmel is vizsgálva vannak a borok. Ez egy 2017-es sárga muskotály, ami aranyérmes lett. Mit tudunk erről? Kiknek ajánljuk? Milyen ízvilágát? Muskotályként nyilván desszert. Például neked. Például talán lánynak is. Úgy szerettem volna tőle hallani. Igen, például ez a te borod. Lehet akár, de én sem vetném meg. Muskotályokat egyébként. Hát hölgyeknek kimondottan, ugyanis a sárga muskotály az egy ilyen tipikusan illatos fajta. Ugye kicsit eltértünk mi ugye azért ezektől a hagyományoktól, mert ugye Tokajban a sárga muskotályt azt egy ilyen késő iszretelésű többet szőlőből készítik, és ugye akkor marad benne bizonyos mennyiségű cukor, és ugye akkor a hölgyek számára sokkal behízelgőbb és kedvesebb. De mi úgy voltunk vele, hogy a fogyasztókat megcélozva, és egy könnyed, friss, üde, nyári gyümölcsös bort készítsünk belőle. Nincsen benne cukor különben, úgyhogy ez teljesen száraz. Ugye nem este olyan, nem... is fogyasztható magyarul, este, nem? Este is, és amúgy különben ugye a nagyon gyümölcsös illatok és a nem túl magas savtartalom miatt ez teljesen harmonikus, ugye, hogy a hölgyek is nagyon szívesen fogyasztják. Mekkora lendületet jelent ez egy borászatnak nektek a Bordeauxban megszerzett érme, mert hogy ez a bordeaui érme? Hát megmondom őszintén, hogy a 2018-as év volt az, amikor mi azt tűztük ki célul, hogy eddig csak Magyarországon indultunk borversenyeken, és 2018-ban kezdtünk megjelenni, és azt mondani, hogy összeszedni mindenféle nemzetközi tapasztalatot, hogy hogyan tudnánk ugye megjelenni, milyen stílus irányzatok azok, amiket egy fajta mögé választunk. És ez a Magnus sárga muskotány már Párizsban nyert különben egy ezüstérmet, és most pedig ugye indítottuk Bordeauxba, itt pedig ugye aranyérmet. Ez nagyon egy legjobban sikerült borotok, úgy tűnik. Innen nagyon igen. Nehéz a csúcsról aztán még tovább lépni, nem? Tehát sajnálom kicsit benne. Egyre nagyobb a kockázat, ugye innentől nem igen. Szabad hibázni. Volt már korábban ezen a versenyen olyan borotok, ami nyert hasonlóan, vagy olyan, ami mondjuk kimagasló volt bármilyen más versenyen? Hát 18-as évet indítottuk, ami nemzetközi szinten, és van egy 2011-es hordószelekciós borunk, ugyanígy a Magnus bor családban. Szlovákiába kapott Champion díjat. Azt úgy szintén egy nemzetközi borverseny, a legmagasabb pontszámú bor lett, úgyhogy az is szintén egy nagyon nagy elismerés. Sőt, én éjjel olvastam az interneten, hogy Csehországban volt ez a Grand Prix, 2018-as rendezésű borverseny, és itt mondhatom el első körben, hogy ott a zöldvelténi borunk nyerte ezüstérmet. Hát nagyon gratulálunk, kellett volna abból is hozni ide a sárga muskotály mellé. De küldhetek is nyugodtan a címet, ismeritek, Angol utca 69, jó nagyon köszönjük, és megmondjuk, hogy mi milyen érmet adunk. Arról a borról mit lehet tudni, milyen fajta? Zöldveltelini, az egy fincsi. Akik jelen voltak ezeken a versenyeken, milyen erőt képviselnek? Láttátok, Európa hogyan áll jelen pillanatban? Kik a nagy ellenlábasok? Ki az, aki ebben a finom fehérben ott van a nyakatokon? Hát nagyon nehéz. Ugye, pont úgy, ahogy ugye, ön is kezdte ugye a riport elején, hogy Franciaország és ugye a francia borvidékek ugye azok mind Európában ugye egy nagyon tradicionális
stílusirányzatot képviselnek. Magyarország pedig ugye most hála Isten végbe ment egy megújuláson, ahol egy új típusú szőlő feldolgozásról, borkészítésről beszélhetünk. Hát ugye a francia borok ugye azért alapjába véve nehéz versenyezni. De úgy gondolom, hogy... Sikerült, ugye? És akkor egy ilyen új irányzat. 2018 mi látható? Azt mondják, hogy 40 fokos nyár lesz. Ez az én muskotáj kedvelésemnek kedvez. Tied a pályás, mert ugye, ha jól tudom, akkor minél melegebb van, annál édesebb a muskotáj. Annál édesebb, igen. Ugye az illatos bajtáknál viszont ugye kell a kellő savtartalom is. Ugye mi mindig arra összpontosítunk, hogy mi az a megfelelő cukorsav arány, amikor a szőlőket ugye le kell szüretelni, mert ugye az illatos boroknál szükség van a savtartalomra is. A 18-ast is leteszteljük, és hát én kívánom, hogy egy év múlva ugyanilyen címmel találkozzunk annál is. Köszönjük szépen. Ami biztos tudni egyébként, nem megsértve téged, ha nagyon-nagyon finom és nagyon-nagyon szeretnek a csajok, az az eperbor.